Sziasztok! A most következő pár percben megmutatom, hogyan lehetséges térbeli objektumok élét kiemelni. Ehhez először gyakorlásképpen létre kell hoznunk két nagyon egyszerű objektumot. Az első objektum egy téglatest lesz, amelyet az objektum egy fólián hozunk létre. Első lépésként a vonallánc utasítással rajzolunk egy téglalapot. Az egyik oldala 100 a másik oldala pedig 50 egység legyen. Fejezzük be a téglalapot. Rendben van. Most nézzük meg ezt térbe, elforgatjuk a nézetet. Adjunk a vonalláncunknak, ami ugye egy téglalap, vastagságot. Ez is legyen 50 rajzi egység. Már is térben van egy testünk, idézőjelek között, Nézzük meg, hogyha a drótvázor áttesszük a megjelenítés koncepcionálisra, mit látunk? Láthatjuk, hogy lapjaink vannak, de nem zárt. Próbáljuk meg, ugye a testünk még nem zárt, csak lapok vannak. Próbáljuk meg ezt az entitást átalakítani a megismert módosítás 3D művelete segítségével szirált testé. Sajnos az autóket kiírja, hogy nyílt görbe nem alakítható át. Nézzük meg, hogyan tudjuk orvosolni ezt. Jelöljük ki, és ugye a vonallánc tulajdonság ablakában alul a zárt opcionál tulajdonságnál a nem érték szerepel. Ezt tegyük át, igenre. Oké, megint ugye jelöljük ki, módosítás, 3D művelet, és sziráltesté alakít tessék, most sikerült. Ha kielőjük a rajzelemeket, akkor láthatjuk, hogy már csak egy szilárd testünk van. Most az objektum kettő fórián pedig egy hengert szerkesszünk meg. Ehhez a kör parancsot fogjuk segítségül hívni. A sugara az legyen 25 rajzi egység, és ennek is legyen vastagsága, mégpedig 50. Jó? Módosítás 3D műveletek sziráltesti alakít. Szépen előállt az objektumunk. Ez egy új gyakorlat volt, az eddigi ismereteket alkalmaztuk. Jó? Jöjjön tehát az új anyag, kijelöljük az objektumokat, amelyeknek az éleit ki szeretnénk emelni. Rámegyünk a módosítás, 3D műveletek és ér kiemelés funkcióra. Ebben a pillanatban elkészültek az érek, ha most a mozgatás parancsal elmozgatom a szirált testet, látszik, hogy megmaradt az éle a testnek. Tegyük meg ezt ugyanúgy a hengerrel, és látható, hogy az élek megjelentek. Kiemeltük a testeknek az éleit. Ezt most átteszem az élek fóriára. Mire lehet ez jó? Először is az élekből lapokat, a lapokból pedig ugye újra testeket tudunk létrehozni. Tehát tegyük föl, hogy van egy összetett 3 d objektumunk, amelyet mi szeretnénk egy picit más szempont szerint átszerkeszteni, és jó lenne, ha az élek a szerkesztéshez a rendelkezésünkre állnának. Tehát ez egy nagyon hasznos parancs, a későbbi 3D szerkesztéseket fogja nagymértékben segíteni. Na de nézzünk erre egy példát. Először is ugye az egyik kört kitöröljük, ezt a módosítás, a megmaradt kört, ugye a módosítás 3D műveletek felületti alakítással felületti alakítottuk, látszik, hogy megjelenik a háló, és a módosítás 3D műveletek és vastagittal pedig ugye szépen adhatunk neki egy magasságot. Tehát visszaállítottuk a hengerünket. Ugyanezt meg tudjuk tenni a tested is. Először is ugye négy darab vonalunk van, ezt a módosítás és egyesítéssel összefűzzük. Most már egy 3D vonaláncunk van, módosít 3D művelet, felületti alakít, kijelöl, módosít 3D művelet, vastagít, és most adunk neki egy százas értéket, és tessék, előállt az élekből a 3 d test. Nos, egy nagyon egyszerű bevezető példát láttunk az élek kiemelésére és azok felhasználására. Köszönöm, hogy most is velem voltatok, találkozunk legközelebb.